Közeleg a húsvét, a tojás ára idén nem emelkedett, a húsok azonban folyamatosan drágulnak. Diabétesz, ma már népbetegségnek számít Magyarországon a kettes típusú cukorbetegség. Bűnmegelőzés napja. Az idei első bűnmegelőzési nap témája biztonságos élettér, valamint az építészeti bűnmegelőzés volt. Gazdag a kínálat füstölt húsokból, mindenki megtalálja az igényeinek és a pénztárcájának megfelelő terméket. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! Füstölt húsokból húsvét előtt akár 10-szer annyit vásárolunk, mint az év többi időszakában. Ezek ára azonban folyamatosan növekszik, a tojás ára viszont nem emelkedik. A termelési és járulékos költségek nem nőttek olyan mértékben, hogy azt a vásárlók megéreznék. Sokan ezért akár 90 darab tojást is hazavisznek az ünnepekre. Nagy a forgalom péntek reggel a nyíregyházi piacon. Sokan már most elkezdték beszerezni a húsvéti hozzávalókat. A zöldségek és gyümölcsök mellett tojásból visznek sokat a vásárlók, akik az előző évekkel ellentétben most nem találkoznak kiugró áremelkedéssel. Az emelkedés sok általában az, hogy nagyobb a kereslet, ilyenkor emelkedni szokott az ár, de mi termelők vagyunk, nekünk a termelési költség nem változott, mi nem emeltünk árat. A kereskedőknél valószínűleg volt áremelkedés, mert hogy ők veszik, ha drágában veszik, ugye kell, hogy haszon legyen rajta. A termelőknél már most nagy az érdeklődés a tojás iránt, ilyenkor a szokásos mennyiség dupláját adják el. Van olyan vevő, aki akár 90 darabot is vásárol, de átlagosan 30 tojást visznek a vásárlók. Ez egy ilyen extra minőségű, és hát húsvétra vásároljuk, lesz belőle hímes tojás, sárga túró, meg süteményekhez, ilyen feleségem kívánságára jöttem ide most a piacra. A tojáshoz hasonlóan a húsos pultoknál is elindult a húsvét előtti vásárlási dömping. Még a hét elején már csipegették, aztán ugye az árak is nagyon befolyásoló tényezők. Hát 2000-től kezdődően ki meddig tudja. Elsősorban most a füstölt húsárut keresik, hiszen az nem romlik meg, tartósan is eláll, viszont a húsvét előtti napokban már valószínűleg hiánycikk lesz. Van olyan, aki 12 kg-nyi húst is vásárol egyszerre. A mennyiség az ilyenkor füstölt árun át, tehát a darabolcon, meg a tarja, kötözött csonka, ez ilyenkor lényegesen az egész évhez képest megtízszereződik akár, tehát lényegesen többet vásárolnak a kimondott húsvéti termékekből. Évközben is vásárolnak valami minimálisat, de nem jellemző annyira. Hát az árak viszont jelentősen, úgymond lehet emelkedni, emelkedtek. Ez nem kimondott a húsvét miatt, hanem a jelen pillanatbeli gazdasági helyzet miatt változott. Ez a tendencia igaz a multi cégek kínálatára is. A vásárlók nem örülnek az emelkedésnek, de elfogadják. Ha mindennek megy fel az ára, akkor ez nem túl sok. Én jártam külföldön, ott sokkal több, más jó a fizetés, de én azt mondom, hogy ez még megfizethető ár. Főleg hogy a csirkét, ha vesz az ember, csirkéből sok mindent lehet, és az az ár olcsóbb, mint a sertéshús ár. Úgyhogy én nem szólok. Én rosszat nem mondok, mert azt mondom, hogy ha minden ment valamit, és kell, hogy menjen, akkor be kell osztani a pénzt is, meg a főzéshez szánt húst is. A búzatéri piaszcsarnok nagypénteken és szombaton a megszokott rend szerint tart nyitva, húsvét vasárnap és hétfőn azonban zárva lesz a csarnok. A cukorbetegség világszerte az egyik leggyakoribb anyagcserebetegség. A WHO adatai alapján mintegy 500 000 embert érint. A kettes típusú diabéteszesek száma egyre nagyobb mértékben nőtt az elmúlt években, leginkább az egészségtelen életmódnak köszönhetően. A betegség kiszűrésére ingyenes vércukorszintmérést is tanácsadást szerveznek szombaton Nyíregyházán. Egészséges uzsonnát készít német csatlós Orsolya gyermekeinek. A család számára fontos a megfelelő táplálkozás és a mozgás. A család naponta 5-ször változatosan étkezik. Sok gyümölcsöt és zöldséget fogyasztanak. Ezzel céljuk, hogy megelőzzék az esetleg kialakuló diabéteszt. Orsolya nagybátyánál már diagnosztizálták a cukorbetegséget. Többek között ezért is kap nagy szerepet a prevenció a családjában. Terhessége alatt is rendszeresen mérte a vércukorszintjét.
Nekem a férjem profi sportoló már nagyon-nagyon régóta, majdnem 20 éve, és nekünk körülbelül alaptétele, hogy egészségesen éljünk és sportoljunk. Amióta pedig édesanya vagyok, kifejezetten fontos számomra, hogy odafigyeljünk arra, hogy hogy étkezünk és mennyit mozgunk, bár a gyerekek mellett nem lehet nem mozogni. De igyekszem arra, hogy ne együnk olyan ételeket, illetve igyanak ők sem is egyenek, amik nem hasznosak a szervezetüknek. Ezzel azt értem, hogy nem fogyasztunk feldolgozott élelmiszereket, igyekszem odafigyelni, hogy ne fogyasszunk, illetve cukrot, azokat nem szoktunk egyáltalán, természetes édesítőket használunk, mézet, illetve gyerekeknek sokszor gyümölccsel édesítem az ételeket. Lisztet nem használunk például, vagy ha igen, abból is teljes kiörlésű, tehát odafigyelek, hogy, hogy az egészségünkre jó hatással legyen. A családanya a bevásárlás során ügyel arra, hogy egészséges alapanyagokat válasszon. Véleménye szerint a tudatos táplálkozás több időt vesz igénybe, de az anyagiakat tekintve nem drágább. A kettes típusú diabétesz nagymértékű elterjedését a megváltozott életmód is okozza. A legtöbben mozgásszegény életmódot élnek, mindenhova autóval járnak séta vagy biciklizés helyett, lifteznek lépcsőzés helyett, a legtöbben kihagyják a reggelit, és inkább az esti órákban fogyasztanak zsíros, nehéz ételeket. Probléma még a cukros nassolnivaló és üdítő italok is. A szakember szerint a cukorbetegség kialakulása előtt egy prediabéteses állapotot diagnosztizálnak. Ez azt jelenti, hogy a normálistól már magasabb a vércukorszint, de még nem cukorbeteg a páciens. Az ilyen esetek közel felénél azonban 5 éven belül kialakul a diabétesz. A kettes típusú cukorbetegek szervezete kevésbé érzékeny a cukorsejtekbe való bejutását szabályozó hormon, az inzulin iránt. A szervezet termel ugyan inzulint, de nem elegendőt ahhoz, hogy ez a normális vércukorszintet biztosítani tudja. A legjobb megoldás a betegség elkerülésére a prevenció, ez az aktív életmódot és az egészséges ételeket jelentik, valamint a túlsúlytól is érdemes megszabadulni. Ezek mellett fontos a rendszeres szűrővizsgálat is. Nyíregyházán az ingyenes vércukorszintmérést és tanácsadást a Toldi utca 60 szám alatt szombaton 13 óráig bárki igénybe veheti. Találtunk itt az elmúlt években egy nagyon komoly népbetegséget, és úgy döntöttünk, hogy szeretnénk a cukorbetegek számára egy olyan lehetőséget biztosítani, hogy tulajdonképpen eljuthassanak odáig, hogy megtudják, hogy cukorbetegek, vagy a rezisztencia, vagy valami már egyáltalán elindult náluk, mert amikor még nincs az a komoly cukorbetegség, sokkal könnyebb a megelőzésben, vagy akár természetes dolgokkal megakadályozni, vagy visszafordítani ezt a folyamatot, vagy lelassítani egyáltalán. Vannak olyan csoportok, akiknél magasabb a cukorbetegség rizikója. Ide tartoznak a szív- és érrendszeri betegségben szenvedők, a túlsúlyosak, a 45 év fölöttiek, bizonyos gyógyszereket tartósan szedők, illetve természetesen azok, akiknek a családjában több diabéteszes is van. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében és Nyíregyházán is jelentősen csökkent a regisztrált bűncselekmények száma az elmúlt években. Ez a tendencia egyrészt a bűnmegelőzésnek, másrészt a társadalmi önszerveződésnek és a védelmi képességeink fejlődésének is köszönhető. Ez Kovács Attila, a megyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési osztályvezetője mondta el a nyíregyházi Vásárhelyi Pászak gimnáziumban tartott bűnmegelőzési előadásán. Ismertette, az idei országos bűnmegelőzési napnak a biztonságos élettér kialakítása, ezen belül is az építészeti bűnmegelőzés a témája. Nincs már meg az a valós tényállás, hogy itt sokkal több bűneset, vagy sokkal erőszakosabb bűncselekmények történnének, mint mondjuk a városnak a más részein. Ezzel a kisfilmmel kezdődött a bűnmegelőzési előadás ebben a nyíregyházi szakgimnáziumban. Április 12-e a bűnmegelőzés napja, melyet idén először tartanak meg országszerte a belügyminiszter javaslatára. A prevenciós tevékenység, valamint a bűnmegelőzés kerül a középpontba azokon az előadásokon, melyeket általános és középiskolák mellett más közösségi fórumokon is megtartanak. A széleskörű együttműködés elsősorban a települések biztonsági problémáira, a fiatalok felvilágosítására, az áldozattá válás megelőzésére, továbbá az áldozatsegítésre és az elkövetők reintegrációjára fókuszál. A megyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési osztálya nyíregyházi Évízben tartott előadásából kiderült, megyeszerte egyre kevesebb bűnesetet regisztrálnak a hatóságok.
Akár Szabolcs megyében, akár pedig Nyíregyházát tekintve azt lehet kijelenteni, hogy a regisztrált bűncselekmények száma az elmúlt 6-8 évben folyamatosan, tendenciósan és jelentősen csökken. Az, hogy ennek milyen szerep van a bűnmegelőzésnek, nyilván ezt nehéz megmondani, de nyilván az emberek sokkal nyitottabbak és elfogadóbbak ezzel a területtel kapcsolatban, sokkal inkább az önszerveződéseik, az önvédelmi képességeik nőttek. Én azt gondolom, hogy ezzel a tevékenységgel tovább lehet fokozni ezt a fajta prevenciós összefogást, és ez okot adhat arra, hogy ez a tendencia folytatódik majd a jövőben is. Kovács Attila, a megyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési osztályvezetője elmondta, alapvető cél a bűnmegelőzés és az áldozattá válás elkerülése. Hozzátette, maga a bűnmegelőzés komoly fejlődésen ment keresztül az elmúlt években, korábban a vagyonvédelem volt a fő profilja, megyénkben az elkövetett regisztrált bűncselekmények 70%-a ide tartozik. A másik vezérfonal az iskolai prevenció volt. Ezek bővültek, most a fő fonalat az áldozatvédelem, a kapcsolati erőszak megakadályozása, a szép kurak védelme, az internetbiztonság és a drogprevenció jelenti. Az Évízben tartott első bűnmegelőzési előadáson az osztályvezető elmondta, minden évben lesz egy fő téma. Kevésbé ismert a környezetvédelmi és az építészeti bűnmegelőzés, mely utóbbi az idei fő témakör a bűnmegelőzési napon. Ez egy teljesen új terület a bűnmegelőzésnek, kicsit talán újszerűnek is tűnik túlságosan, de arról van szó gyakorlatilag, hogy akár a magánemberek a magánlakásai, családi házak kialakításánál, vagy akár a közösségi terek, parkok, közterületek kialakításánál vannak olyan építészeti megoldások, amelyek azt eredményezik, hogy a bűnelkövetés lehetőségét az csökkentik, illetve a lehetőség van arra, hogy nem csak a tervezés időszakában, hanem már létrehozott új terület, ugye már meglévő területek vonatkozásában olyan módosításokat hozzanak létre, amelyek azt eredményezik, csökken a bűnelkövetés. Az osztályvezető hozzátette, ezek olyan építészeti megoldásokat jelentenek, amelyek következtében például átlátható, tiszta parkokat alakítanak ki a közterületeken, ahol a bűnelkövetők számára nő a lebukás esélye, vagy a magánházaknál úgy rendezik be a kerteket, hogy azok sövénnyel jól elhatároltak, és egyúttal megközelíthetetlenek legyenek, a kertek viszont jól áttekinthetőek maradjanak. Emellett a bűnmegelőzés egyik alapfeltétele a térfigyelő kamerák telepítése. Több mint 160 köbméter balkonföldet szállít ki a Nyírvévé Nonprofit Kft. A társasházi lakóvezetekbe, helyszínenként 1-3 köbméter mennyiségben. A kijelzett termőföld és komposzt keveréket virág átültetésekhez és egyéb ültetésekhez használhatják fel a nyíregyházi városlakók. A program célja, hogy minél több virág legyen az erkélyeken, a teraszokon és az ablakokban. A héten elindult a Nyírvévé Nonprofit Kft. Balkonföld akciója. A társaság gépjárművei folyamatosan szállítják a komposztos termőföldet az előre meghatározott helyszínekre. A lakosság részéről egyre nagyobb az érdeklődés az akció iránt. Több mint 100 helyszínre 160 köbméternyi komposztos termőföldkeveréket szállítunk ki. Az elmúlt évekhez viszonyítva az látszik, hogy minden évben körülbelül egy 15-20 köbméterrel több nagyobb mennyiséget szállítunk ki. Ez azt jelzi, hogy a lakosság fogékony erre a feladatra és tevékenyen is részt vesz Nyíregyháza virágosításában. A kihelyezett balkonföld mennyisége attól függ, hogy éppen melyik városrészbe kerül kiszállításra. Hiszen egy olyan környékre, ahol főként 10 emeletes lakóházak találhatóak, nagyobb mennyiség szükséges, akár 5 köbméter is. Ez nem egy helyen, hanem több részletben leborítva áll a lakosság rendelkezésére. Ezt láthattuk Örökösföldön, a Fazekas János téren is. A kisebb társasházi lakóvezetekbe pedig 1-2 köbmétert szállítanak ki változó helyszínekre. Nekünk a felkészítés már elkezdődött másfél hónappal ezelőtt, amikor az anyagokat beszereztük hozzá, illetve összekevertük több alkalommal a megfelelő keverési arány, illetve a homogenitás miatt. Gyakorlatilag tegnap kezdtük el a kiszállítást, és ma már gőzerővel folyik. Reméljük az időjárás nem nehezíti meg dolgainkat, illetve alkalmas lesz a hétvége ahhoz, hogy ültessen mindenki. Keckó János hozzátette. A program célja, hogy a lakosságot minél nagyobb mértékben bevonják a zöld felület növelésébe, és hogy a lehető legtöbb helyen legyenek virágzó erkélyek, balkonládák, ablakok és teraszok. Nagy lépést tehet a bennmaradás felé szombaton a kisvárdai futballcsapat. Dajka László 10. helyen álló együttese az egy ponttal kevesebbet gyűjtő 11. helyezett Diós György fogadja. A mérkőzés 17 órakor kezdődik a Várkerti stadionban. 6 pontos mérkőzés.
Ha valamire, akkor a Kisvárad Diósgyőr találkozóra használható ez a jelző, mivel a győztes nem csak szerez 3 pontot, hanem 3-at el is vesz közvetlen riválisától. Az NBA tabelláján jelenleg 1 pont választja el egymástól a két csapatot, Dajka László együttese a Puskás Akadémia ellen aratott győzelmének köszönhetően került el a kiesőhelyről, megelőzve a borsodiakat. A várdaiak még mélyebbre taszíthatják a DVTK-t, amennyiben a szezon során először sikerül legyőzniük riválisukat. Az eddigi két találkozó egyaránt 1-1-es döntetlennel zárult, a hazaiak vezetőedzője viszont bízik abban, hogy a közönség támogatásával ezúttal sikerül begyűjteniük a 3 pontot. Nagyon fontos mérkőzés, mert ha itthon tudjuk tartani 3 pontot, akkor természetesen egy pici lépés a bentmaradás felé, a céljaink felé, az álmaink felé, tehát ezt így gondolom én. Egy biztos, hogy az ellenfelünk is hasonlóan gondolkodik, mint mi. Nagyon bízom benne, hogy a hazai pálya és a felkészültség, és nem utolsó sorban, ami fantasztikus az utóbbi hónapokban, a várdai vitézek mellettünk vannak, és nagyon bízom benne, hogy itthon tudjuk tartani a 3 pontot. A legutóbbi mérkőzésen a Kisvárda első gólját szerző Gosszonyi András is azt reméli, hogy pont nélkül távozik majd korábbi csapata. Nagy lépés, tehát a bemaradás felé az a csapat, aki ezt a mérkőzés győzelemmel abszolválja, úgyhogy mindenféleképpen a 3 pont megszerzése a célunk. A Kisvárda Diósgyőr mérkőzés szombaton 17 órakor kezdődik a Várkerti stadionban. A 28. forduló további párosítása a következő: Budapest Honvéd Debrecen, Mezőkövesd Ferencváros, Paks Puskás Akadémia, Szombathely MTK Budapest és Molvidi FC Újpest. 1 pontot kell szereznie a nyíregyházi Teke Klub együttesének ahhoz, hogy megnyerje a bajnokságot és visszakerüljön a Szuperligába. Az NB1 keleti csoportjában listavezető NTK szombaton a Sereghajtó fővárosi vízművek csapatát fogadja a Városi Stadion Teke csarnokában. A szezon utolsó hazai meccsén bebiztosíthatja a bajnoki címet és a feljutást az NTK, amely legutóbb 3 hete játszott bajnoki mérkőzést. Az elmúlt hetek sem teltek azonban tétlenül, 4 nyíregyházi játékos ugyanis kvalifikálta magát a vidékbajnokság országos döntőjébe. Az elmúlt hétvégén Szegeden léptek dobóállásba az érintettek az országos nagy döntőbe jutásért, ezúttal azonban nem sokba bírt elmet a nyíregyházi kvartett számára. 4 játékosunk jutott tovább a területi egyéni döntőről ide a szegedi országos vidékdöntőre, közülük is a Hakker Dezső 564 fája az egy jó teljesítmények mondható, míg a Magyósi Péter 558 fája is megközelítette ezt, mellette még a Szolyka Miklós, illetve a Fehér Béla lépett dobóállásba, de sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy egy nyíregyházi játékos sem jutott tovább a országos nagy döntőbe, ugyanis 571 fával lehetett a 11. helyen tovább jutni. Hozzáteszem, hogy Hakker Dezső a 13. helyen végzett, és így a második számú tartaléka az országos nagy döntőnek, de úgy gondolom, hogy erre valami kevés az esély, hogy bárki visszalépjen sérülés vagy betegség miatt, így azt kell, hogy mondjam, hogy idén most sajnos nyíregyházi játékos nélkül rendezik majd a Kazincbarcikai országos döntőt. Már a Sereghajtó budapesti vízművek érkezik Nyíregyházára, a hazai játékosok nem vették félváról a felkészülést, mivel nem szeretnék az utolsó fordulóra hagyni a döntést. Az első 1-2 hét egy kicsit gyengédebb edzésmunkával telt, egy kis pihenés kellett, mert elég hosszú volt előtte, szinte megállás nélküli volt a bajnoki menetrend. Most egy kis pihenést azért kaptak a játékosok nagy része, már akik nem az egyéni döntőre készültek, de hozzáteszem, hogy azon a héten mindenki teljes erőbedobással készül, mindenképpen már csak 1 pont vagy 2 pontos győzelem szükségeltetik ahhoz, hogy most már matematikailag is bajnokok lehessünk, a függetlenül az utolsó bajnoki mérkőzésünktől, ami majd Egerbe lesz. Úgyhogy mindenképpen, mivel az utolsó helyezett fővárosi vízművek látogat el hozzá Nyíregyházára, így csak is a győzelem lehet a kérdéses, annak az aránya, de mint mondottam, nekünk már az 1 pont is elegendő lesz, bár bízom benne, hogy nem egy kieső jelölt csapat ellen fogunk hazai pályán betlizni, úgyhogy mindenképpen úgy gondoljuk, hogy most be tudjuk biztosítani majd a jövő évi szuperligás tagságunkat. A Nyíregyházi Teke Klub fővárosi vízművek mérkőzés az ifjúságiak találkozója után szombaton 14 órakor kezdődik a Városi Stadion Teke csarnokában. Most pedig híradónk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer röviden.
Gazdag a húsvéti kínálat Nyíregyházán. Egy közepes méretű tojás ára 37 forint körül alakul. Ez nem emelkedett a húsvéti, magas kereslet ellenére sem, így sokan akár 90 darabot is visznek az ünnepekre. A húsos pultoknál azonban jelentős drágulással találkozhatnak a vásárlók. Egy kilogramm füstölsonka 2000 forintnál kezdődik, de a magasabb árak ellenére is megveszik előre, attól tartva, hogy a húsvét előtti napokban a sonka már hiánycikk lesz a piacon. Ingyenes vércukorszintmérés és tanácsadás várja az érdeklődőket Nyíregyházán szombaton. A kettes típusú diabétesek száma egyre nőtt az elmúlt években. Ennek egyik kiemelt oka az egészségtelen táplálkozás és a mozgásszegény életmód. A prevenció ennél a betegségnél is kiemelt jelentőségű, odafigyeléssel elkerülhető a diabétesz kialakulása. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében és Nyíregyházán is jelentősen csökkent a regisztrált bűncselekmények száma az elmúlt években, maga a bűnmegelőzés pedig komoly fejlődésen ment keresztül. Az idei első országos bűnmegelőzési napnak a biztonságos élettér és az építészeti bűnmegelőzés volt a témája. Önök a Kölcsey Televízió híradóját látták április 12-én pénteken. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este várjuk majd önöket, hétvégén pedig heti hírösszefoglalónkat, a Krónikát láthatják. Tudósításainkat addig is internetes oldalunkon elérik. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, szép estét, jó hétvégét, viszontlátásra! Szombat reggelig erősen felhős vagy borult lesz az ég, esőzápor szorványosan valószínű. Az északi szél megélénkül, időnként megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 6 fok körül alakul. A Kárpát-medencét szombat estig változatlanul nedves levegő tölti ki, miközben a nyugati területek fölé kissé hűvösebb léghullámok érkeznek. Ennek következtében folytatódik a felhős, gyakran csapadékos idő, nyugaton az alacsonyabb hőmérséklettel. Nyugaton hideg, keleten gyenge melegfront jellegű hatás várható, sokaknál előfordulhat migrén, szédülés, vérnyomás ingadozás. Szombat estig többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, eső zápor több helyen előfordulhat. Az északi szél megélénkül, helyenként megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 13 és 17 Celsius fok között alakul. Vasárnap még több helyen eleredhet az eső, záporeső, legkisebb eséllyel az északkeleti országrészben. A jövő héten egy anticiklon déli peremén szárazabb léghullámok érik el térségünket. Csak időnként zavarják felhők a napsütést, csapadék nem valószínű. Az éjszakák továbbra is viszonylag hidegek lesznek. A hét közepétől a nappali felmelegedés már kissé erősödik.